A Néprajzi Múzeumban több mint egy éve láthatjuk az Amazónia kiállítást, amely az indián kultúra és a köré kapcsolódó eszközök, valamint használati tárgyak életvitelszerű használatát mutatja be. Főzi Vilma, a kiállítás rendezője és megalkotója büszke az igen színes és változatosan összeállított, valamint összeválogatott kiállítási tárgyakra, illetve a kiállítás népszerűségére. Amazónia a Föld legnagyobb egybefüggő trópusi esőerdeje, amely gyakran szerepel a híradásokban, újságok címlapján. Hol páratlan természeti gazdagsága, hol ennek pusztulása, máskor meg rejtőzködve élő vadlakói keltenek érdeklődést. Amazónia szimbólum is, az elveszett paradicsomé, az emberiség hajdan volt gondtalan aranykoráé. A szervezés és a kiállított tárgyak sokszínűségéről a kiállítás rendezőjét kérdeztük. Ez a kiállítás a Néprajzi Múzeum meglévő anyagára épül, ami az 1960-as, 70-es években került be a múzeumba, és Boglár Lajosnak a gyűjtése. Ő a múzeumnak a munkatársa volt, és Brazíliában született egyébként, és ő többször járt Dél-Amerikában, többek között Venezuelában, Brazíliában, és ez a kiállítás főleg az ő általa gyűjtött anyagokra épül. Maga a kiállításnak a szervezése az körülbelül egy évet vett igénybe. Két társrendező intézménye is van ennek. Az egyik a Természettudományi Múzeum volt, aki segítségünkre volt abban, hogy az Amazónia állatvilágát néhány preparálásra, állattal be tudjuk mutatni, illetve a kiállítás végén a mai állapotokat, az őserdőnek a pusztulását, illetve pusztítását, ezt pedig a Greenpeace segítségével mutatjuk be. Körülbelül 400 tárgy látható, ez nagyjából az 1200-as gyűjteményünknek egy jelentős része, és tulajdonképpen bemutatja Amazónia klasszikus, tradicionális indián kultúrájának, hát tulajdonképpen az egészét. A hagyományokhoz és az eszközökhöz, valamint a szokásokhoz kapcsolódó tárgyak sokaságából a múzeum reméli, hogy sikerül teljes egészében bemutatni Dél-Amerika élővilágát és ezen népcsoportokat. De azon látogatók, akik még soha nem jártak Dél-Amerikában, mennyire kaphatnak teljes képet? Hát azt reméljük, hogy igen. Ennek az a fő oka, hogy ez a hatalmas nagy terület, amelyik hát szinte egy fél kontinenst foglal el, kulturálisan meglehetősen homogén. Ennek az az oka, hogy teljesen behálózzák ezt a területet a kisebb és nagyobb folyók, és ezen évezredek óta, amióta itt emberek élnek, kb. 2000 éve élnek itt folyamatosan emberek, tehát ez alatt az idő alatt rettentő nagy mozgások zajlottak folyamatosan. Itt a népek folyamatosan vándoroltak, keveredtek, lakóhelyet cseréltek, és ez alatt a hatalmas mozgás alatt a kulturális javak, a tárgyaik, az eszméik, a gondolatviláguk is cserélődött, illetve hát kicserélődött, és emiatt ez a nagy terület kulturálisan meglehetősen hasonlít egymásra. Az amazóniai emberek, akik elszigetelve, elszeparáltan élnek a kultúrájukban, nagy hagyomány övezi a sámánokat és a sámánok által végzett ősi, törzsi szertartásokat. Fellelhetőek itt is eféle kiállított tárgyak. Van egy része a kiállításnak, amelyik a vallási élettel foglalkozik. Felosztása egyébként a kiállításnak arra alapul, hogy a nők és a férfiak világa meglehetősen elválik az ilyen típusú kultúrákban, és a férfiak világának a része a vallások, a rítusok világa is. És itt láthatunk olyan tárgyakat, amik a sámánoknak a öltözetét, rituális tárgyait képviselik, azokat a rituális hangszereket, amelyek a különböző szertartásokon megszólalnak, illetve láthatunk masktáncosok ruháit is, akik egy termékenységi szertartásnak a résztvevői a venezuelai piaroa indiánoktól, és három masztáncost látunk itt, valamint egy kis filmet is, amely bemutatja ezt a szertartást. A kiállítás eléggé nagy időintervallumot ölel át. A legkorábbi tárgyak ebben a kiállításban a 19. század végéről valók, és a legújabbak pedig a 2000-es évekből, tehát ezt az intervallumot öleli át. A zöme a tárgyaknak, amelyik ezt a klasszikus, tradicionális indián kultúrát bemutatja, ez 1960-as, 70-es évekből származik. A kiállítás több mint 400 kiállított tárgyából mindenkinek van kedvence, amit megjegyez, illetve megemlít barátainak, ismerőseinek. A kiállítás rendezőjének, Főzi Vilmának is van kedvence.
Hú, hát elég sok van. Tulajdonképpen a kedvenceim talán a toldíszek, amik nagyon érdekes és különleges tárgyak. Amazóniának ez egy speciális művészeti ága, és nagyon szépek ezek a tárgyak, gyönyörű tollakból, nagyon finom munkával elkészítettek, és hát rengeteg jelentést hordoznak. Ezek ugyanúgy működnek, mint más kultúrákban az öltözett darabok, vagy az ékszerek, mindenféle státuszt, társadalmi helyzetet, kort, nemet, stb. Jeleznek. A Néprajzi Múzeum Amazónia kiállítása a tárlat zárásáig egészen június 24-éig megtekinthető lesz még, de nem csak ekkor, hanem a múzeumok éjszakáján is, ahol egész estés tárlatvezetésre számíthatnak a kedves látogatók és az érdeklődők. A Karma Televíziót a Néprajzi Múzeumból Csizmadia Csanát tudósította.